A jövő izgalmas. Ready? Vodafone. Sziasztok! Elolvastuk a kérdéseket. Köszi, nagyon-nagyon jók. Sziasztok! Hát köszönjük szépen. Van pár azonos. Kezdjük is ezekkel, amik azonosak. Hárman kérdeztétek azt, hogy miért kezdtem el videózni. Ugye mondtam nektek, hogy én fotóriporterként kezdtem a pályafutásomat a média világában, és nagyon sok olyan eseményre jártam, ahol a fotózás az nem kötötte le a teljes időmet, valamint nagyon sok szép helyre jártam, és én ezt meg szerettem volna mutatni, nem csak fotóban, hanem videóban is. És így elkezdtem elsősorban magamnak gyártani a videókat, és így alakult ki, hogy elkezdték nézni az emberek, és egyre többet elkezdtem gyártani, és mindenféleképpen csak saját magam miatt, nem azért, mert hogy én ezzel valamit szeretnék csinálni, és most így utólag visszatekintve szerintem egy nagyon jó döntés, hogy nem profitorientáltan, nem nyomásra, hanem csak azért, mert magamnak ilyen videónaplót elkezdtem gyártani. Látod, milyen más, ahogyan te a videóidat kezdted csinálni? Nekem az első riportom, ami szintén ugye egy, akkor mi még szalagra dolgoztunk, de mégiscsak videó volt, az helyből ment a híradóba, megrendelésre csináltam, tudtam, mi a téma, és aznap este 1,5 millió ember látta a híradóban. Mm-hmm. Tehát nem öröm volt, hanem munka. Igen, ez egy különbség. Na, mi a következőnk? Mikor készült a csatornád, Ádám? És mikor készítetted az első videódat? Azt gondolom nem esik egybe. De. A helyből YouTube-ra kezdted el föltenni a dolgaidat. Az az igazság, hogy nekem most jelen pillanatban 2 YouTube fiókom van, amit használok. Az egyik az Ádám Hol vagy, ahol fölkerülnek a videók, a másik meg az, ahol követek embereket, meg ahol lejátszás listáim vannak, meg amit így amúgy használok. Mm. És az sokkal előbb volt meg. És amikor már megcsináltam a videókat, és tudtam, hogy szeretném ezt YouTube-ra publikálni, akkor csináltam meg az Ádám Hol vagy csatornámat, és ugyanaznak már ki is raktam az első videómat. És mi volt az első videód? Ez úgy indult, hogy egy fotós barátommal elmentünk Londonba, és ezt szerettem volna egy ilyen videónaplószerűen dokumentálni, hogy elmentünk Londonba, és a londoni úttal kezdődött. Minden nap felraktam, akkor egy hetet voltunk talán kint, vagy lehet 5 napot, Déli, nyugodjál le! Ez a kutya, a Déli, aki az ágyon van, mert nem tud lemászni, és ezért most nem látjátok, mert különben csak őt látnátok, illetve nem sokáig, mert az állvány azonnal felborul. Igen. Tehát, hogy meg szerettem volna mutatni a londoni kis kiruccanás túra, nem is tudom, hogy ezt minek nevezzem, és elhatároztam, hogy akkor én minden napon Londonból fel fogom tölteni egy kis videót, az előző napról készült videót, és ennek ezért indítottam el a csatornát. És mennyi idő volt akkor, hogy megcsináld a videót, az utómunka, ahhoz képest amennyi most? Értem, hogy mire szeretnél célozni, vagy mire irányul a kérdésed. Könnyebb egyre, csak pont ez egy olyan projekt volt, hogy én akkor azt úgy határoztam el, meg úgy indítottam az Ádám Hol vagy csatornát, hogy akkor telefonnal videózok, mert a fényképezőgéppel fotózunk, telefonnal videózok, és a telefonomon vágom meg. És akkor gondolom egy szimpla iMovie-val dolgoztál. Igen, és ezért nagyon gyorsan és nagyon könnyen ment, mert ugye ott voltak a telefonon, csak gyorsan így elejét, hátulját levágogattam és összeraktam, és ma is körülbelül ugyanennyi idő alatt gyártok egy videót, mint amennyi idő volt akkor megcsinálni egy ilyen videót, csak ma meg van spékelve 1,000 millió más dologgal. Ma már a nagygépen dolgozol, rendes vágóprogrammal. Pontosan. Mivel is? Csak hogy egyszer elmondom. Final Cut Pro-t használok, meg Premiere Pro-t, de vlogokra a Final Cut-ot mindenféleképpen, azért mert hogy azzal nagyon gyorsan a vlogokat össze tudom rakni. Pedig az egy komoly program. Kb. Milyen hangosan kell beszélni egy videóban? Ez annyi mindenem múlik, hogy mennyire vagy közel a kamerához, mennyire vagy távol. Van-e kézi mikrofonod? Én például mindig egy kézi mikrofonnal dolgozom, ami vagy rádióval tartja a kapcsolatot a kamerával, vagy egy hosszú madzaggal, amin átesnek az emberek, akik köztem és a tőlem 3 vagy 6 méterre lévő kamerától van, és akkor normál hangerővel tudok beszélni. De például most önkéntelenül, automatikusan, rutinból hangosabban beszélek. Pusztán azért, hogy a mikrofonnak ez meglegyen. Mindig hangosabban és mindig jobban artikuláltan kell beszélni, hogyha képernyőre beszéltek, mint ahogyan civilben beszélnétek. Igen, én ordítós vagyok, de ha kint az utcán beszélsz például, akkor is hangosabban, hogy el lehet. Te is. Igen, ugye egy picit hangosabban beszélsz. Észrevettem, hogy ugye te kartávolságnyira dolgozol, de akkor is hangosabban beszélsz. Igen. Én meg még távolabb, én meg ordítok.
És akkor lesz olyan, mint a rendes hangerővel beszélnék, tényleg. Úgyhogy főleg ettől függ, hogy mekkora körülötted a zaj, és hogy milyen messze vagy a kamerától. De mindig hangosan. Melyik a legjobb videószerkesztő? Nekem az, amit most kaptam tőlem. Nyomsz egy gombot, és kész, összevágja a videót. Egyetlen másodperc alatt azokból az anyagokból, amiket forgattam. Ez nekem nagy segítség, mert én lusta vagyok. De ez egy külön eszköznek a programja. Igen, és ezt nem lehet megmondani, melyik a legjobb videószerkesztő, mert tudni kell, hogy mire. Aha. Tehát, hogy arra a célra, amit így automatikusan összevág, és Ez a dili. És amit csak így kiposztolunk Instagramra vagy YouTube-ra egy pár másodperc, pár tíz másodperc, arra zseniális az automatikus megvágó, tökéletes. Van ilyen más is, mint a DJI Go? Van. Rengeteg van, ahogy nyomsz egy gombot. Igen, és ő ezt automatikusan mindent összedob. Mint a Facebook. Igen, de tudni kell, hogy mit szeretnénk, meg milyen anyagot szeretnénk. Mondj egy pár példát. Hát a Final Cut, amit ugye mondtam, hogy használok, az azért jó, mert nagyon gyorsan lehet dolgozni, és hogyha notebookra dolgozik az ember, akkor sokkal tovább bírja az akkumulátor. Tehát az akkumulátor egy fontos szempont. Igen. Meg utána a kiexportálás, publikálás, az sokkal gyorsabban működik. De, hogyha egy nagyobb projekt van, ami mondjuk több ember dolgozik, akkor azt nem tudunk a Final Cut-ba dolgozni, mert hogy ott nincs meg az a lehetőség, hogy egy adott projekten több ember egyszerre dolgozzon, amíg a Premiere Pro-ba például van. Dolgozol másokkal együtt. Igen, tehát ott annak az a hátránya, hogy a publikálás, renderelési idő, számítási idő, az sokkal több időt vesz igénybe, sokkal több áramot fogyaszt, hogyha notebookról dolgozol, de cserébe tudtok többen dolgozni egyszerre. Többen dolgozik egyszer egy videón. Olyat én még sose csináltam. Érdekes. De úgy, hogy oda azt mondod, hogy az első 3 percet vágom én, a következő 3-at te, és aztán csak összefűzitek. Intro, outro, közepe, drónfelvételek, ez az amaz, és utána összefűződik. Ilyen például az Avid, azt nagyon sokat használják, tévések. Igen, mi is Avidon dolgoztunk évekig. Igen, mert hogy annak is az a lényege, hogy ott nem az a számítógép dolgozik, ahol te ülsz, tehát nem ő végzi a számítást, hanem van egy központi szerver, és ott vannak a fájlok, ő abban nagyon sok fájl tudsz kezelni, és akár végtelen mennyiségű ember tud dolgozni egy projekten. De én például, ez egy nagyon fapados program, nagyon egyszerű feladatokat csinál meg, Ediuson csináltam végig az összes amerikai elnökválasztást egyszer laptopon, általában a női mosdóban, mert az a legcsöndesebb, ott lehet hangot venni, az is működött. Én meg azt nem is ismerem. Sose. Az neked komolytalan program az Edius. Bár mi most például a tévében Ediuson vágunk, a nagyok is, a nagyvágók. Úgyhogy lehet, hogy már upgrade-elték. Lehet. Ez a legjobb kérdés. Ez annyira kedves. Ez volt a legmeglepőbb kérdés, amit kaptunk. Milyen érzés gyerekek között tanítani? Hát, mesélj. Milyen érzés? Addig én megfogalmazom magamba. Kicsi időt nyerek. Én azért szeretek köztetek lenni, veletek lenni például, meg például a nagykátaiakkal, ma meg a galmgamácsaiakkal korábban, meg a helyőkeresztúriakkal még korábban, mert nagyon meglepő számomra, hogy mennyire másképp működnek gyerekközösségek, hogy milyen másképp állnak. Például ehhez, ami miatt mi ott járunk most nálatok. Ezt mondtuk nektek, hogy ti ilyen kivételesen profik vagytok, és nagyon sokat tudtok erről a világról. Volt iskola, ahol kevésbé voltak a gyerekek birtokában egy csomó információnak, kevésbé fogyasztanak internetes tartalmakat, nagyon nyitottak voltak, és nagyon jól megoldották ők is, de nagyon más gyerekközösség volt. És hát nekem, aki mindnyájatok között a legidősebb vagyok, biztos, hogy a legjobb gyerekek között tanítani, dolgozni, mert te őhozzájuk sokkal közelebb vagy korban is, meg technológiában. Azt szoktad mondani, hogy dinoszaurusz vagy. Én egy ilyen két lábon járó dinoszaurusz vagyok, úgyhogy nekem nagy élmény. Nekem a legfelemelőbb élmény szerintem az, ami ma volt Nagykátán, amikor utoljára, és feltesszük a kérdést, hogy mit tanultatok, és akkor mindenki felemeli a kezét, és mindenki mond valamit, hogy valamit tudtunk nekik tanítani, és valamivel ők többek lesznek. Nekem ez tetszik nagyon, hogy valami olyat mutatunk, ami magától nehezen, vagy sok idő alatt jött volna rá, és hogy megkönnyítjük ezt a folyamatot, mert hogy én teljesen autodidakta, magamtól tanultam meg fotózni, és ezt a videózást is így magamtól, meg YouTube videókkal sajátítottam el. És tudom azt, hogy mennyire rossz az, amikor le kell ülni, és rá akarsz jönni valamire, és
ezt meg szeretnénk könnyíteni egy kicsit, hogy könnyebben menjen ez a folyamat. És tudjuk, hogy nagyon profik vagytok páran, és így sem fogunk egy csomó kérdésre válaszolni, mivel nektek sokkal előrébb lehetne lendíteni a munkátokat, de ahhoz több időt kéne együtt tölteni, meg akkor ilyen külön szintcsoportokban kéne dolgozni. Igen. Hogy még egyel följebb tudjunk lépni. De majd talán egyszer. Mi a véleményetek arról, hogy a tévéműsorok átkerülnek a YouTube-ra? Nagyon rossz! Neked nagyon rossz, nekem meg nagyon jó. Egyébként a tévéseknek is okosabban kéne gondolkodni. Ebben az Ádám nekem sokat segít, sokat tanít, hogy hogyan kell egy tévésnek ma már a YouTube-ban gondolkodni. Ugye mi annyira abban szocializáltunk, abban nőttünk föl, hogy van a tévé, a tévé, és van minden más valahol. Igen, és a tévében mondta, és az van, ami a tévében van. Így van, az... Én tudni kell, hogy én most a Metropolitan Egyetemen televíziós műsorkészítő szakra járok. Ami elég mókás. Igen, ez elég mókás, mert tudom azt, hogy mire én ezt elvégzem, addigra nem is nagyon lesz olyan televízióban, hogy műsor tudnék készíteni. Hát köszönjük. De hogy azt látjuk, hogy minden áttevődik a YouTube-ra, meg az online világra. Ez lehet a reklám, tehát a reklámozók is átmennek az online világba, és a tartalomgyártók is ugyanúgy. Nagyon sokan online gyártják. Ez lehet a YouTube, lehet a Facebook, lehet a bármi. De például nem szűntek meg egyelőre a tévés tartalmak, csak mind a két helyen meg lehet. Igen, most éljük azt az időt, amikor egymás mellett fut a kettő. Igen, kicsit, mint amikor több csatorna kezd, ugye néztük mi egykor, ti erre a világra nem is emlékeztek, te sem, de volt még olyan időszak, amikor egyetlen egy tévécsatorna volt, és hétfőn nem volt tévé. Hétfőn mindenkinek más kellett csinálni, mert semmit nem tudott nézni, abszolút nem volt még kazettás videó, semmi volt, hétfőn nincs tévé, pont. Úgyhogy amikor elkezdtek egymás mellett a tévécsatornák működni, az is egy ilyen nagyon megdöbbentő dolog volt. Most ugyanígy párhuzamosan futunk, aztán szerinted megszűnik a tévé? Igen. Én azt látom... Szerintem mi... nem. Szerintem megfog. Tehát hogy meg fogjuk élni azt az időt, amikor kereskedelmi televíziózás nem lesz az országunkban, szerintem. Honnan jönnek az ötletek a videókhoz? Nekem ez abból a szempontból nagyon egyszerű, hogy nekem a videóim, hogyha megnézitek a csatornát, akkor mindig egy adott napomról szól, vagy egy adott helyszínről szól, ahova éppen elutazok, vagy ahol éppen vagyok. Na de azért most mondtad a lényeget, tehát nem arról szól, hogy hogyan raktad össze a vajas kenyeret reggel, és hogy hideg a papucs. Nem. Hanem mondani valód van a napoddal kapcsolatban. Igen. Meg pedig csinálhatnád ezt, hogy a kajádat mutogatod. Igen. De ezt nem szeretném, hanem hogy most voltam legutóbb a témba, és utána néztem információknak, hogy felemelítettem, hogy mit tanultam annó az iskolában a görög kultúráról, és azokat szerettem volna belerakni a videóba, hogy valamit tanuljon az is, aki megnézi, valami érdekesség derüljön ki. Nekem meg ugye teljesen adott, hogy mindig egy konkrét üzenetet kell elmondanom egy anyagban. Tehát, hogy nekem szabadságom nincs arra, hogy jaj, ilyen volt a délelőtt, olyan a délután, hanem éppen megválasztják az amerikai elnököt. Az egy nagyon kötött műfaj. Ez, amiben ti éltek, ez már egy nekem szabadság. Nekem ugyanez volt, amikor fotóztam, hogy meg volt mondva, hogy a sajtótájékoztatót le kell fotózni, mert a Géza átvágja a szallagot, akkor azt kellett csinálni, kész, pont, nem volt választási lehetőség. Igen. Ez egyébként talán a legfontosabb. Most volt egy pár olyan hely, ahol dolgoztunk a gyerekekkel, és látszott, hogy picit úgy kezelnek minket, mintha klasszikusan tanárok lennénk. Tehát, hogy leírtunk egy szöveget, egy felkészülési anyagot, ahogyan veletek is, hogy miről fogunk beszélni, mit akarsz elmondani. És akkor megpróbálták bemagolni, és akkor elvettem a papírt, hogy figyelj, bármit mondhatsz, nyugodtan, szabadon, nem kell bemagolni a szöveget. De hogy szóljon-e arról, hogy nem kell, hogy arról szóljon, ez a te mondani valód, a te videód, a te gondolataid, nincs elvárás, nincs bemagolás, nincs lecke, és ez egy sokkal nagyobb feladat, mert így is értelmesnek kell lenni, így is tartalmasnak kell lenni, így is szépen kell fogalmazni, hogy kénytelen vagy a saját fejedet használni, nem pedig a tanár vagy a tanár elvárását. Igen, én is most olyan aténos példánál maradunk. A saját szavaimmal mondtam el azt, amit leírtak a könyvbe, de hogy tartalmilag egyezett a dolog, de mégis a saját szavaimmal mondtam el, nem bemagoltam. És nem volt rajtad az, hogy jaj, kihagytam-e a nem tudom mit, az Akropolis 6-ot. Igen, de tudom, tehát utólag, amikor visszanéztem, akkor tudom, hogy el akartam volna még mondani több dolgot, csak ennyi jutott éppen az eszembe. Ennyi. És ez tök rendben igen. Van. Miért szerettek kamerák előtt dolgozni?
Mesélj kérlek, mert hogy én kamera előtt úgy dolgozok, hogy én fogom a kamerát, nem engem vesznek. Hát azért a végeredmény ugyanaz, hogy ott van az arcod, az üzeneted, a gesztikulációd, akár jó, akár rossz, az vagy, aki vagy. És igen, én ezt nem látod. Kamera előtt dolgozásnak fogom tényleg? Föl. Nem, mert hogy én... Tényleg? Igen, mivel én csinálom a videót, meg én veszem föl, tehát ezért én a kamera mögött is én vagyok, meg a kamera előtt is én vagyok. Hát igen, de azért kevés olyan operatőr van, vagy olyan, aki csak kamera mögött dolgozik, aki egyszer csak bepattanná el és elkezdené nyomni a sodert, mint te. Azt azért nem olyan könnyű igen, megnézni. Igen, igen, ez ilyen határterület, mert hogy előtte és mögötte is én vagyok. Amíg te meg nem vagy nagyon mögötte. Szeretek egyébként csak felvenni, szoktam operatőrként dolgozni néha, és megkönnyebbülés, hiszen könnyebb, nincs ott az a feszültség, hogy akkor most szerepelni kell. Hát de cserébe meg ott van más egymillió feszültség, hogy most akkor föl van töltve az akkumulátor, van az elég az. Terhely, jó-e a hang, nem-e jó, remeg a kép, a háttérben mi van, hogy vannak a fények, hova állunk, hova nem állunk, állványon vagyunk, nem vagyunk állványon. Másik szakma. Igen, tehát igen. Hogy... Vannak problémák itt is, ott is. Ez is csak egy szakma. Egyébként például azért, mert kihívás. Én azért szeretek kamera előtt dolgozni, mert önmagammal szemben egy kihívás. Hogy képes vagyok-e tartalmas lenni, normális dolgokat mondani, érthető módon valakinek, akiről vagy tudom, hogy ő kicsoda, mint most például titeket ismerlek valamennyire, vagy pedig fogalmam sincs. Le tudom-e kötni a figyelmét? Érdekli-e, megérintem-e? Ezek olyan érdekes dolgok, amiket az ember szerintem mindig fejben tart, ha kamera előtt dolgozik. Van, aki magának dolgozik, és nem annyira érdekli a befogadó. De nekem is ugyanígy megvan ugyanez a dolog, tudom, hogy szeretnék valamit. Ebben vagyunk rokon lelkek, egy másik szakmából, hogy van üzeneted azzal, amit csinálsz. Nem kell annak mindig komolynak lenni, meg nem magoljuk be a toldit, hanem bármiről lehet beszélni, csak legyen értelme. Na nézzük, kérdések. Milyen kamerával érdemes dolgozni? Ez hosszú lesz. Van 20 percetek most? Most kezdi az Ádám akkor a lényeget. A kis előadást. Ez hasonló kérdés, mint amelyik a legjobb vágóprogramunk. Ez nagyon rokon. Azért, mert hogy itt is tudni kell, hogy mire. Mire? Tehát, hogy... Nézzük azt, akkor kérdezem én, hogy én amatőrként mit kérdeznék tőled. Szeretnék már elég profin dolgozni, jártam így egyébként kamerával. Amerikában dolgoztam, egyedül vettem föl, én voltam az operatőr, nagyon komoly embereket, nagyon komoly helyeken, és nekem kellett megvennem a kamerát. Tehát nem volt mindegy, hogy egy sok milliós kamerának a képéhez és a lehetőségeihez közelít-e a képem, vagy egy iPhone felvétellel fogok ott állni az amerikai elnök között, és be kellett lőni középre azt, amit még ki tudok fizetni, de már a profisághoz közelít. Na várj! Erre a válaszom nem számítottam, Ádám! Erre a válaszom az nagyon összetett, mert hogy attól függ, hogy tudni kell, hogy mire. Tehát, hogy kezdhetünk egy akciókamerával is, ami... Tökéletes arra, hogyha vizesek vagyunk, kicsi a hely, sielünk, potenciálisan összetörjük, akkor tökéletes, de vlogot nem nagyon csinálunk vele, mert például a hang az nem jó, a képminőség nem olyan, nagyon torzít, nem, tehát hogy arra nem, de speciális esetben meg tökéletes és a legjobb megoldás. Csak ez működik speciális esetben. Például veled egy kenuban vagy kajakban vagy. Igen, ott csak ez működik. Ilyennel nem kamerázunk ma, mert ebbe filmet kell rakni, és ilyennel nem. Aztán, van egy nagyon jó mondás, hogy az a legjobb kamera, ami nálad van. Jaj! Egészség. Ugye, igaz is. Tehát az a legjobb kamera, ami nálad van. De bármennyire jó kamerád, ha nincs nálad, akkor megette a fene. Tehát telefonnal is. Iszonyú volt vinni ide, melléd rakom. Igen, lehet naggyal, lehet kisebbel, lehet még kisebbel, meg még annál is kisebbel. Aztán vannak ugye a speciális esetek, van az ő ez a szerzet, neked van hasonló. Ő azért nagyon jó, mert hogy nem fog remegni a képed. Mert hogy ő mindig vízszintesbe fogja szépen magát tartani. Ez olyan, amiért korábban a filmesek hatalmas gépekkel, igen. Meg sinekkel, meg technikus segítséggel, óriási költségvetéssel tudtak csak létrehozni olyan képet, mint most ez. Igen, plusz ezért is öltek volna a filmesek, mert hogy tudsz... A levegőből is ő egy drón, ő meg repül. Tehát, hogy úgy is tudsz kamerázni, hogy a levegőből is tudsz kamerázni, és ez is régen elég drága mulatság volt. Ezt visszük pénteken, mindig szoktuk. És aztán van még ő ez a szerzet,
Ezt neked szerintem te még nem is láttad. Azt hittem, hogy ez egy nagyobbacska öngyújtó. Nem öngyújtó, és nem is aszma. De nagyon hasonló. Ő egy olyan kamera, aminek itt is van egy lencséje, meg itt is van egy lencséje, mert ő 360 fokban mindenfele kamerázik. Jaj, ez az, amivel tudtál volna dolgozni, amikor fel akartunk venni valamit egybe. Ezeket a challenge-eket, amikor így befagynak az emberek. Például olyat is tud, meg VR szemüvegbe körbe tudsz fordulni, a telefonodat körbe tudod fordítani, tehát ő mindenfele felvesz. Ez a jövő. És ez nem feltétlen szerintem a jövő, mert hogy... Más, teljesen más, hogy kell ezzel felvételt készíteni, mint egy kamerával, mert egy kamerában egy négyzet kivágásod van, és ami kívül esik, az senkit nem érdekel, mert senki nem látja. Úgyhogy éppen ott egy lámpa be van lógatva, senki nem látja. Amíg nála mindent látsz. Itt nem tudhatja az órát, a hátad mögött. Igen, néződ mindent lát, valamint nem tudod, hogy hova fog nézni a néződ. Tehát úgy kell neked tartalmat gyártanod, hogy nem fogod tudni, hogy ő éppen most merre fordult. A settenkedő technikus, aki belelóg a képbe, igen. Az nem lehet benne a képben. Igen. Mert mindenki őt fogja nézni természetesen. Pontosan. És hangja van? Hangja neki nincs. A kameráról fogadni. Beszéltünk még első körben. Okay. A hang az a másik ugyanilyen nagy dolog, hogy most akkor mikroporttal, kézi mikrofonnal, puska mikrofonnal, belúgatjuk mikrofon bummon című történet. Egyébként ebben különbözünk a legjobban, ez az, amiből én nagyon nehezen engedek le. Tehát nekünk a hangminőség az egy olyan jelentőségű dolog volt, dolgozhatunk egy ilyennel is akár, de ha nem lóg be a puska mikrofon, ha nincs a kutya az orrod előtt, és nem lóg rajtad a csipi, akkor a kép az mehet a lecsóba. Igen, a hang az nagyon sokat számít. Igen. Ezért szoktam csalni, amikor jó zenéket rakok ez a rosszabb videók alá, mert a hang az feldobja. Feldobja! Arrébb pakolok, mi a következő? Milyen helyszínen ajánlatos videót forgatni? Fogadjunk, hogy úgy fogod kezdeni, hogy attól függ, hogy mit akarunk. Pontosan. A másik meg, hogy bárhol. Ami ugyanaz, hogy melyik kamera jó, ami nálad van, melyik helyszíne jó, ahol vagy, ahol meg tudod csinálni. Ahol mondani valód van, ahol történik valami, ahol érdemes forgatni. Igen. Mi is most egy szobában ülünk, és videót csinálunk, de van, amikor nem. Igen, ez a fotel úgy egyébként nem egy igazán izgalmas helyszín egy forgatásra, de van, amikor éppen erre van szükség. Na ez a nehezebb kérdés, miért érdemes csinálni, és tulajdonképpen ezért vagyunk veletek. Úgyhogy ezt meg kell tudnunk válaszolni. Miért érdemes csinálni? Elsősorban magad miatt. Magad miatt. Nem nekünk, nem a nézőidnek, nem a bárkinek, magad miatt érdemes csinálni. Mert magadat fejleszted, a te képességeid lesznek többek, te leszel ettől sokkal több, neked lesz sokkal több gyakorlatod, és hogyha valamikor, ne adj Isten, azt mondják neked, hogy figyelj, videót kell csinálni, akkor lesz már benne egy rutinod, hogy hogyan kell ezt az egészet csinálni. Meg olyan szabadságot ad, visszatérve arra, hogy kérdezték tőlünk többen gyerekek iskolákban, hogy mit kell mondani, be kell-e magolni, ha megvan-e határozva nagyon biztosan a téma, vagy el lehet-e tőle térni. Hogy ez egy szabadság, és a szabadság egyébként nagy teher, mert senki nem mondja meg neked, hogy miről csinálj videót. Az nagyon, tehát hogy sokkal nehezebb a teljes szabadság, mint hogyha megmondják, hogy mi van. Igen, igen. Sokkal nehezebb, pedig könnyebbnek tűnik, de nem. Nem olyan, mint egy iskola. Ez tényleg a szabadság úgy, hogy közben egy csomó iskolázottsági dolog kell hozzá, mert igenis tudni kell például Görögországról, hogy miért érdekes Görögország. Wikipedia sokat segít, de akkor is használod kell fejből végül. Igen. Tehát akkor keresni kell tudni az interneten. Értelmesen tudni kell gondolkodni, tehát hogy van vele feladat, van vele meló, de pont azért érdemes csinálni, mert annyira fejleszt. Például egy munkainterjún behívnak valahova dolgozni, ha már rengeteg videót csináltál otthon, mint az a szemüveges rác, akinek láttuk a múltkor a videóját, aki megmutatta a nagy lámpáját is, meg 600-szor elmondta azt a szót, hogy... Hogy Word dokumentum. Ő olyan profin beszél, mintha felnőtt lenne. Ő bárhova el fog menni egy munkainterjúra, ott ő biztos, hogy lenyűgöző lesz. Egész biztos, igen. Úgyhogy gyakorlatnak is jó. Mikor ajánlatos elkezdeni? Tegnap ajánlatos elkezdeni. Nem előbb voltunk? Sokkal előbb tekerjük vissza. Tényleg, akkor ajánlatos elkezdeni, amikor éppen elkezded. Ugyanott tartunk, el kell kezdeni. Tehát, hogy
nem kell várni, nincs erre időpont, hogy karácsony előtt 3 nappal el kell kezdeni. Attól függ persze, hogy mit. Mert mondjuk egy ilyen káromkodós, rémséges videót, amit sokan csinálnak felnőttek. Azt sose kezdjük el. Azt például így igazadott. Tehát ez a helyes válasz, hogy ez sosem érdemes. De mondjuk, ha a szüleitek, mondtátok többen, hogy nem támogatják, nem szeretnék, hogy YouTube csatornátok legyen, hogy nagy közönség előtt megjelenjetek, akkor ezt mindenféleképpen be kell tartani, mert ezt a szüleitek meghatározhatják, és ahogyan az Ádám sokszor kérdezte is, vannak korhatárok a regisztrációkhoz, úgyhogy tényleg van egy a korhatár, és még akkor is például érdemes akár zárt csoportban nyilvánosságot csinálni magatoknak, ahelyett, hogy kiteszitek. Igen, először mindenféleképpen mutassátok meg valakinek. Én is meg szoktam mindig előtte mutatni, mielőtt meg barátnő, valakinek ellinkelem, csak így nem listázottba meg szoktam mutatni. Igen. Megnyugtatsz, mert bármi, amit csinálok nyilvánosság elé, ami nem élőadás, hanem mondjuk cikket írok, vagy videót készítek, én is mindig valakit, aki mindig, nekem a véleménye fontos. Igen, mert ugye érzelmileg kötődsz a dologhoz. Nekem például azt a fotózás miatt jöttem rá arra, hogyha én lefotózok valamit, és azt kicsit pihentetem, és 1-2 hét múlva hozzányúlok, akkor egész biztos, hogy teljesen mást csinálok belőle, mint hogyha akkor rögtön azonnal, és videónál is ugyanaz, hogyha felveszed az anyagot, és utána eltelik egy kis idő, és már érzelmileg nem kötődsz az anyaghoz, már nem az motivál, hogy hú, hát ez nagyon nehéz volt felvenni, úgyhogy mindenféleképpen belerakom, pedig lehet, hogy az a legrosszabb felvétel. Igen. Akkor teljesen más anyag születik utána belőle. Ehhez képest a másik véglet viszont az, hogyha addig szöszmöttölsz azon, hogy felmeri valamit tenni, és mindig újra visszanézed, és mindig találsz benne hibát, és még mindig nem érzed tökéletesnek, hogy végül elbizonytalanodsz attól, hogy egyáltalán fölrakd el, és kidobod a kukába, az se jó megoldás. Ezek a dolgok nem tökéletesek. Mindenki olyan, amilyen. Nem. Sose lesz semmi se tökéletes. Semmi, minden semmi, be lehet találni hibát. Oscar-díjas filmben is biztos, hogy van hiba. És mégis kell egyszer nyomni egy enter. Igen. Milyen fotóriporternek lenni? Milyen volt fotóriporternek lenni? Egyáltalán hogy... nem fotózol már? Nem, nagyon nem. Azért még szoktál. Néha igen, de túlnyomó részt, tehát hónapok szoktak eltelni, úgyhogy nem nyomom meg a fényképező gombot a fényképezőn. Szerettem. Annak is megvannak a szépségei, más szépségei vannak, mint a videózásnak. És ez egy nagyon hosszú történet, hogy mi a fotóriporterség szépsége. Hát első körben szerintem az, amit te is csinálsz a tévében, hogy tájékoztatod az embereket, és valahogy így a saját látásmódoddal tájékoztatod. Tehát te is, hogy elmondasz valamit, azt te úgy mondod el, ahogy te vagy és elmondod. Nem tudom másképp. És a fénykép is ugyanaz, hogy van egy sajtótájékoztató, elvegek a szallagot, oda megy 10 fotóriporter, az összes másféle fényképet fog csinálni, igen, pedig egy szallagot vágtunk át. Igen. És ugyanez, hogyha van egy hír, és te elmondod, azt máshogy mondja el más. Igen. És kicsit beleviszed saját magadat is, de kicsit mégse. Igen. Van egy tény, csak azt ugye... Az elefántról szokták mondani, hogy van, aki azt meséli, hogy az elefánt az egy hosszú bojtos farok, van, aki azt mondja, hogy egy hosszú ormány, és ugyanarról beszélnek, csak máshol állnak. Vagy egy nagy fül. Na, arról nem is beszélnek. Kettő nagy fül, és el nem tud ugrani. Nem tud ugrani. Hát azt hiszem, hogy ezt kiveséztük. Az emberek miért kockáztatják az életüket sok videóban? Mesélj erről! Hát attól függ, hogy mit értesz életkockáztatáson, mert van, aminek, hát nehéz szívvel mondom ezt, de van értelme. Én is voltam elég sok húzós helyzetben, de szerintem te húzósabb helyzetekben voltál. Meg te ugye extrém sportoló vagy, tehát a te húzós helyzeteid, te most nem az extrém sportról beszélsz, hanem a menekültekről. Igen, annak például van, tehát, hogy, és nekem rögtön, amikor ezt a kérdést elolvastuk, az volt a kérdésem, hogy biztos, hogy a háborús tudósításról, menekültügyről van szó esetleg ebben a kérdésben, és nem a Pokémon videókról, meg amikor a Grand Canyonban valaki addig szelfizik, amíg lezuhan. Nagyon sokan halnak. Úgy halnak meg a legtöbben a Grand Canyonban. Magukat fotózzák, úgy halnak meg az emberek, lezuhannak hátra. Az életüket kockáztatják, fényképért, videóért. Hülyeségért, olyan dologért, amiért kár meghalni. De nagyon sok újságíró, nagyon-nagyon sok hal meg például tudósítás közben, és nehéz ilyet mondani, mert minden halál értelmetlen, de ők valami
önmagukon túlmutató, nagyon-nagyon fontos dologról akartak olyan embereket tájékoztatni, akik nem lehetnek ott. Ennek a kockázatnak nehéz ezt mondani, de van értelme. Van arra szükség, hogy valaki ezt megcsinálja, és amikor te menekülteket kísérted, az is hasonló. Igen, ott is voltak rizikós helyzetek, de ez motivált, hogy meg kell mutatni, tehát meg kell mutatni a világnak, mert tartok egy előadást erről így az egész menekült krízisről, meg amit én ott átéltem, és ennek az egésznek az a címe, hogy go there, menj oda. Ha nem vagy ott, akkor nem tudsz róla mondani semmit, és megmutatni se tudod. Ez nem egy foci meccs, amit otthon a karosszékből le tudod tudósítani, hogy a gól az gól, és ott is gól a karosszékből is, meg a helyszínen is gól. Ez egy teljesen más világ. Ugyanakkor érdekes, hogy egy-egy csapatnak milyen máshol van a félelem küszöbe. Uh-huh. Például én forgattam úgy Amerikában, hogy jött ki a CNN, és kérdeztük tőlük, ismertük a srácokat, Baltimore-ban égett a félváros, hogy miért nem maradnak a helyszínen tudósítani. És azt mondták, hogy a CNN nem engedi őket forgatni, mert nincs golyóálló mellényük, és éles lövés volt a városban. És én egy ilyen cingár vékony, ekkora kislánnyal voltam, ő volt az operatőröm, egy nagyon-nagyon vagánycsa, ilyen balerina cipőben, nekünk fel sem merült, hogy legyen golyóálló mellényük, de akkor mi olyan helyre álltunk, ahol biztosak voltunk benne, hogy minket nem tudnak lelőni, csak nekünk volt meg az anyag. De nekik például a biztosításuk nem engedte. Úgyhogy... A Reutersnél is így van például, igen. Nekik is kell golyóálló, meg sisak. Meg sisak, igen. Kötelező sisak. Igen. Azért igyekeznek ezt a kockázatot emberek, akik erre vállalkoznak, minimalizálni. Tehát nem kell hősi halottnak lenni sehol, hogyha nem muszáj. Pontosan. Hát ezzel a nagyon komoly kérdéssel sikerült befejezni. Igen, hát köszönjük szépen, srácok, és hát pénteken találkozunk, és nem csak ketten megyünk, hanem hárman. Igen. Hárman. Jön velünk a vlogger. Valaki jön velünk. Ki is? Meglepetés. Sziasztok. A jövő izgalmas. Ready? Vodafone.